Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 2 ponttal kikaptak Miskolcon a kékcápák, elköszöntek Horváth Ákustól. 6 góllal verték a nyírbátori kézilabdázók a Debrecen második csapatát. Megtartotta első edzését a vármegyei amatőr labdarúgó válogatott. 9 nyíregyházi úszó utazott el Debrecenbe a rövidpályás OB-ra. A Kőbánya ellen megszerezte első győzelmét a nyíregyházi kosársuli. 84-82-es vereséget szenvedett Miskolcon a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák itt sereghajtóként várják a BKG Prima Akadémia szombati vendégjátékát. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, 10 perc játék után 9 ponttal vezettek a cápák. A második negyed döntetlennél zárult, majd fordulás után elkezdte ledolgozni hátrányát a házigazda. A záró 10 percnek már 1 pontos miskolci vezetésnél vágtak neki a csapatok. A hajrában a Nyíregyháza ellépett 9 ponttal, aztán viszont már csak a hazaiak találtak a gyűrűbe, így 2 pontos vereséget szenvedett a Horváth Ákos által irányított együttes. A forduló további eredményei a következők: Deasz 23, Fót 66-76, BKG Prima Akadémia, TF Budapest 106-65, Vasas Akadémia, Budafok 112-80, Cegléd, Újbudamafsz 64-90, Óbudai Kaszások Jászberény 80-78 és Pécsi VSK Salgótarján 86-71. A tabella élén a PVSK állhat győzelemmel, megelőzve a szintén hibátlan Vasas Akadémiát. A sereghajtó Nyíregyháza 1 győzelem mellett 5-ször szenvedett vereséget. Mint később kiderült, a Miskolci volt a vezetőedző utolsó meccse a nyíregyházi kispadon, a klub vezetése ugyanis felmentette a munkavégzés alul a szakembert. Értelemszerűen meg kell nézni a tabellát, várakozáson alul teljesít a csapat. Egy olyan keretet sikerült összerakni, ami az előzetesen megfogalmazott célokat teljesíteni kell, hogy tudja nevezetesen az élmezőnybe tartozni, vagy legalábbis az első pár csapat közé. Ez egyre nehezebb lesz, hiszen nagyon rosszul kezdtük a szezont, és hiába gyakorlatilag mínusz 9 pontos gólkülönbséggel állunk 5 vereséggel, ez ugyanazt jelenti, hiszen ott vagyunk a tabella végén, úgyhogy valóban nem volt más választás, egy új impulzus kell a csapatnak, kezdeményeztem a Ákos szerződésének a felbontását, és Merin Mekmedovi szakmai igazgatónk vette át a csapatot az elkövetkezendő időszakra. Milyen változásokra van szüksége ahhoz, hogy játékban és eredményben is javuljon a csapat? A legfontosabb az, hogy ebből a mentális gödörből most ki tudjuk szedni a csapatot Merim segítségével, és áttörjön a gát, mert azt láttuk, hogy Miskolcon is végig a kezünkben volt a mérkőzés, 9 pontos vezetésről úgymond sikerült kikapni egy utolsó másodperces triplával, úgyhogy nagyon mélyen vagyunk mentálisan. Ez a legfőbb dolog, hogy elhiggyük azt, hogy valóban alkalmasak vagyunk a célok megvalósítására. A másik pedig az, hogy sokkal több munkaóra is gyakorlás szükséges ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket, amiket nem dugunk be, értékesen itt tudjuk. Nem véletlenül vagyunk jelenleg a tabella végén 3 pontos dobásban, illetve büntető dobásban. Ez mind-mind befektetett munkaóra és idő, úgyhogy nagyon remélem, hogy egy kicsit más szemlélettel fognak elkezdeni a srácok, és több munkaórával hamarabb sikeresek lehetünk. Nem telt még el sok a bajnokságban, nagyon sok meccs van hátra, át kell fogalmazni a célokat. Alapvetően a célokat igen, hiszen nehéz lenne azt mondani 6 meccs után, hogy akkor most nyerjünk meg 15-ös zsinórba és legyünk ott a tabella elején. Azt látom, hogy a szakmai elvárás, a minimum elvárás az, hogy jusson be a csapat a playoffba, a legjobb 8 közé. Jelenleg 2 mérkőzés választ el ettől nagyon-nagyon sűrű a mezőny, 2-3 kiemelkedő csapat van, és azt kell, hogy mondjam, az összes többi 10-11 hasonló erejű csapat. Nekünk vissza kell hozni ezeket a végjátékban elbukott mérkőzéseket. Természetesen megpróbálunk erősíteni a játékos kereten, hiszen meg kell nézni a lehetőségeket, hogy hol tudunk még egy olyan játékos berakni, aki akár fiatal szabályban segítségünkre lehet. Érkezett egy légiósunk, ugye az ő beépítése is folyamatosan zajlik, és nagyon bízom benne még egyszer, hogy új impulzusokat és új erőt fog kapni a csapat. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks legközelebb szombaton lép pályára. A kékcápák 17 órai kezdettel a 3. helyen álló BKG Prima Akadémiát fogadják a Continental Arénában. Megszerezte 3. győzelmét a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttese az NB2 D csoportjának 6. fordulójában 28-22-re verte a Deasz második csapatát.
A mérkőzés előtt a debreceniek álltak jobban a tabellán, ennek ellenére a hazaiak számítottak esélyesebbnek. Az első 10 percben még tartotta a lépést a Nyírbátorral a Deac, aztán növelni kezdte előnyét a házigazda. 20 perc után már 6 góllal vezetett Falcsik Miklós együttese, és ez a különbség megmaradt a félidő végéig. A második játékrészt csendesebben kezdték a csapatok, 10 perc alatt mindössze 4 gól született. Kettős ember hátrányba került a Nyírbátor, a Debrecen felzárkózott 3 gólra, de ezzel el is lőtték puskaporukat a vendégek. Gyorsan visszaállt a 6 gólos különbség, így a hajrá már izgalommentes volt a hazai csapat és a hazai szurkolók számára. Tudtuk, hogy egy nagyon ügyes, jó kézlabdásokból álló kis csapat. Azt is tudtuk, hogy fiatalok, akiket esetleg elvihet a hév, illetve taktikailag még nem olyan érettek, mint akár az én játékosaim. Ez mondjuk látszott akkor is, amikor én fiatalabbakat küldtem a pályára, hogy volt néhány olyan idézőjelben taktikai fegyelmezetlenség, ami ez még a korukból adódik, tehát a rutintalanságból. Ezt a srácok most, ezt a korkülönbséget, ezt a testsúly, kilogrambeli különbséget is, ami a mi javunkra hajlott végig, nagyon jól kihasználták. Úgyhogy én most gratulálok itt ezen a fórumon is a csapatnak. Megérdemeltük, úgy gondolom, nagyon a győzelmet, nagyon sokat tettünk érte edzéseken is, és itt a mérkőzésen is. Volt egy adott szakasz, amikor a kiállítások miatt kicsit közelebb kerültek hozzánk, de végig úgy éreztem, hogy a kezünkben tartjuk a mérkőzést. Minden tekintetben jobbak voltunk, most mondhatom a védekezést, mondhatom a támadást, de a kapus teljesítményt főleg ki kell emelni. Mind a két kapus szenzációsan teljesített, tehát hogyha véletlenül védekezésbe hibáztunk, akkor egy biztos pont volt mind a két kapus a hátul. Volt egy időszak, amikor gyakorlatilag két játékos a félpályáig jött az ellenfélből védekezni. Mennyire könnyű vagy nehéz ilyenkor váltani? Ha ez váratlanul történik, akkor eléggé nehéz megoldani még magasabb szinten is. De így, hogy tudtunk videózni, meg tudjuk nézni a mérkőzéseket, tudjuk, hogy mire készülhetünk, tudjuk, hogy milyen húzásaik vannak akkor, hogyha esetleg bajban vannak. Így aztán felkészültünk ezekre, és tényleg látványos gólokat tudtunk ebből lőni. Varga Lacinak a szerepét szeretném ebben kiemelni, mert ő azért a maga rutinjával nagyon sokat tett most azért, hogy ez a mérkőzés így alakult. Azt tudni kell azért, a kedves közönség, nem tudom mennyire van ezzel tisztában, hogy annak idén Petermann István kollégámmal fejegyalmaton miattunk Lacikának a kezébe, többek között neki is kézilabdát először, úgyhogy ő fejegyalmatról indult. Nagyon sokat dolgoztam vele serdülőbe is, ifjúsági szinten is, utána később felnőtt szinten. Úgy gondolom, hogy ma is bizonyította Laci azt, hogy alázattal tud a csapatért lenni, és figyelmes, meghallgatja a tanácsokat, és ezt föl tudja vinni a pályára, át tudja adni a többieknek ezeket a jó tanácsokat onnan a padról, és ez mindenféleképpen pozitív volt. Ezért sajnáljuk nagyon azt, hogy a Tiszavasvár ellen nem tudott ott lenni köztünk, mert biztos vagyok benne, hogy azt a két pontot simán el tudtuk volna hozni. De volna és csak nélkül játsszák ezeket a mérkőzéseket. Ami most tény, hogy fel tudtunk kerülni a harmadik helyre azzal, hogy a Tiszavasvári kikapott a Hajdúnánástól, így aztán az utolsó fordulóban, már úgy az utolsó fordulóban, hogy a felénél, az alapszakasz felénél fogunk fordulni, és a Hajdúnánás otthonába látogatunk, nem lesz egyszerű. Nagyon keményen kell dolgozni, de hogyha fegyelmezettek fogunk tudni maradni, és ilyen játékvezetés, ilyen korrekt, tényleg egyenes játékvezetés lesz, akkor úgy gondolom, hogy nem lehet probléma, és el fogjuk tudni hozni onnan is a két pontot. Nekem meggyőződésem, hogy a két csapat között van különbség, bár jó úton halad most már a Nálás is, egyre jobb eredményeket érnek el, jönnek a győzelmeik, szerzik a pontokat. Én úgy gondolom, hogy meg tudjuk állítani ezt a folyamatot, ezt a pozitív folyamatot, ami számukra pozitív, és remélem, hogy azzal, hogy őket megverjük, akkor még előrébb és még biztosabb lesz az első 4, amit kitűztünk célul magunk elé. Nagyon szeretnék a felsőházba kerülni, és nem azért, mert mi mindenáron esetleg bajnokságot szeretnénk, nem szeretnénk küszködni az alsóházban, ahol minden mérkőzés élet-halál küzdelem, ugyanis értelemszerűen kiesésről szól. Tehát aki az alsóházba kerül,
annak a kiesésért kell küzdenie, míg a felsőházban a dobogóért lehet harcolni. Óriási különbség van a két cél között, a két kitűzendő cél előtt, úgyhogy mindenféleképpen erre törekszünk, a fiúk is, a vezetőség is, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a felsőházba tudjunk kerülni az alapszakasz végén. Talán lehet azt mondani, hogy két különböző félidőt láttunk. Az elsőben a Nyír Bátor olajozottan játszott 6 gólos előnyt szerzett, a második viszont döntetlenre végződött, a nyitott védekezése, mint egy picit megzavartátok volna a hazaiakat. Te hogy láttad? Szerintem egész meccsen magunkat zavartuk, tehát meccsek óta nem tudunk jól játszani. Igazából nem tudok mit mondani rá, nagyon, nagyon gyengék vagyunk, úgyhogy lehet, hogy ennyit tudunk. Olyan képességeink vannak, Nyír Bátor minden játék minden elemébe jobb volt most, úgyhogy én igazából gratulálok a csapatnak, Nyír Bátornak, a én csapatomnak pedig nyilván nem. Ettől függetlenül 5 fordulót követően 2 győzelmen, 1 döntetlen láthatok, és fiatal csapatról van szó, benne van esetleg, hogy akár meccsenből is hullámzik a játék? Egyelőre nem, felfele nem, mert csak lefele, tehát igazából kritikán alul a teljesítmény a fiúknak, mondhatni. Átszervezték a bajnokságot, ugye 8 csapatos minden csoport, ugye a D-csoport is. Milyen céllal vágtatok neki? Azzal a célra, hogy mi leszünk a bajnokok, de hát ilyen akarattal, meg ilyen tudással, meg ilyen hozzáállással szerintem a kieső helyen fogjuk találni magunkat. 5 fordulót követően már 3 veresége volt a Nyír Bátornak. Ennek tükrében hogyan vártátok a tabellán előttetek álló Debrecent? Szerettünk volna mindenképpen javítani ezen az eredményen, mert a tabella az egyébként nagyon szoros, szóval nem vagyunk lemaradva, és egy-egy győzelemmel fel lehet jönni akár a dobogóra is. Az első fél időben nagyon olajozottan működött a gépezet, legalábbis kintről úgy tűnt, aztán te is beálltál. Hogy láttad kívülről, aztán hogy láttad belülről a meccset? Készültünk a mérkőzésre, igazából számítottunk a nyitott védekezésükre is, és igen, olajozottan működtünk. A második fél időben ezzel a 4-2-es védekezéssel kicsit sikerült minket elbizonytalanítaniuk, de abból is felálltunk szépen. Hogy látod, milyen a szereped, hogy változik a szereped ebben a szezonban a csapatban? Mindenképpen jobban megbíznak bennem, több játék lehetőséget adnak, és én megpróbálok élni vele. Mekkora lökést adhat a folytatásra ez a győzelem, amit azért lehet maga biztosnak mondani? Mindenképpen ugyanilyen győzelemmel szeretnénk tovább menni, és elhinni magunkról azt, hogy még mindig az ezüstérmes csapat vagyunk. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény Hajdúszoboszló 28-31, Hajdúnánás Tiszavasvári 33-27 és Balmazújváros Kisvárda 23-27. A tabella élén a 8 pontos Balmazújváros áll, megelőzve a szintén 8 pontos Kisvárdát. A 6 pontos Nyír Bátor a 4. helyen várja a jövő hétvégén esedékes hajdúnánási vendégjátékát. Megtartotta első edzését a vármegyei amatőr labdarúgó válogatott. December első hétvégén Nyír Bátorban az Észak-Keleti régió 4 másik együttesének társaságában lép pályára a Kis Tamás által irányított együttes. Először is szeretném megköszönni Vaka Árpád megyei szövetségünk igazgatójának a felkérést. Nagy megtiszteltetésnek érzem ezt, hiszen véleményem szerint teljesen mindegy, hogy milyen válogatottról beszélünk. Egy válogatott meghívó, legyen az játékos, legyen ez edző, az mindig egy megtiszteltetés. Amint megkeresett az Árpi, igazából sokat nem kellett gondolkoznom rajta, hogy kivel szeretném ezt a nemes feladatot idén ellátni. Rögtön Piskóti Zsoltot választottam magam mellé. Hasonló a gondolkodásunk, és ezért egyértelmű volt, hogy rá fog esni a választásom. Maga a keret kialakításában egyértelmű, hogy nézzük azt, hogy kik azok, akik folyamatosan jó teljesítményt tudnak nyújtani, illetve nem utolsó szempont az sem, ahogy akik már többször részt vettek ezen a megye válogatott tornán, most is a csapatnak a 80%-a legalább egyszer vagy kétszer már hasonló tornán részt vett. Vannak, ahol ilyen elvek alapján válogatnak, van, ahol mondjuk egy csapatra épül a megyei válogatott. Hány csapat adja mostani bőkeretet? Jelen pillanatban ugye még egy bőkeretről beszélünk, ez valószínű, hogy fog változni. Reméljük, hogy sérülés miatt senki nem fog kiesni. Sajnos volt, aki munkahely elfoglaltság miatt nem tudta vállalni a szereplést. Jelen pillanatban 6 csapat alkotja a keretet. Nyilván a saját csapatomban Máté Szalkából vannak a legtöbben, 9-en vagyunk, az 9 játékos van az én csapatomból. Nem titok, például a legutóbbi
országos döntőben Pest megye, amikor megnyerte, Gödöllőből 14 játékos volt. Szerintem nem rossz, hogyha minél több játékos van egy csapatból, illetve hogyha minél többen ismerik már esetleg a korábbi tornákról egymást. Meg hát gondolom azért a megyei futballban évek óta együtt játszanak, egymás ellen játszanak a csapatok, egyik csapatból másikba igazolnak, tehát azért megvan az ismeretség. Mennyi idő kell, hogy kialakuljon egy jó közösség, vagy kell idő ez egyáltalán? Én nekem erről az a véleményem, hogy abszolút nem kell, hogy kialakuljon egy jó közösség, mert mindenki megtiszteltetésnek vette azonnal, hogy mikor felkértük, hogy vegyenek részt velünk ezen a tornán. Mindenki, mondom, azokat kivéve, aki munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni rajta, mindenki azonnal nagy örömmel és megtiszteltetésnek vette, hogy megkerestük. Ez mindig egy felemelő, mert tényleg azt mondom, egy megyét képviselünk, mindig szeretnénk legeredményesebben végezni a tornán, hál' Istennek azért nagy többségében magas selejtezőt, azt mindig sikerre szoktuk venni, nyilván az országos döntő az már egy más kávéház, de mindig jó közösség, jó hangulat, tényleg ahogy említetted, játékosok ismerik egymást, lehet nagyon sokan akadémián együtt futballoztak, úgyhogy egy nagyon jó közösség szokott rögtön kialakulni már az első edzésen. Hazai környezetben Nyírbátorban lesz a torna, van-e lehetőség feltérképezni az ellenfeleket? Én úgy gondolom, itt ugye a legközelebb a Hajdú és a Borsod megye van, őket azért helyek közel ismerjük is. A Heves Nógrád megye ugye azért egy kicsit mindig egy fekete ló. Azt tudom, hogy a Heves megye, ők nagyon profin veszik, ők ilyen két-három hónappal már a tóhon előtt már elkezdenek edzéseket, illetve edzőmérkőzéseket játszani. Igazán ugye nekünk három edzésünk lesz, egy edzőmérkőzésünk. Nekünk ezen a három edzésen és egy edzőmérkőzésen kell azt megvalósítanunk, illetve valamilyen szinten a csapatot egy arculatra formálni, hogy ez jól működjön, minél eredményesebb legyen, de a legeslegfontosabb természetesen, hogy minden egyes játékos jól érze magát, élménnyel gazdagodjon, és természetesen a megyénk hírnevét vigyük tovább. Hogyan került ide ez a torna? Most Nyírbátorban lesz valóban december 2-3-án ez az Északkelet régiós torna a Mavontnak. Ugye minden egyes két évben, meg két évente rendezik, más és más megye szervezi, úgyhogy most mi lettünk soron, és mi fogadjuk majd Borsod, Hajdú, Heves és Nógrád válogatottját. Milyen rendszerbe bonyolítjátok le a tornát? Mindenki játszik mindenkivel, egy nagypályás műfű van ugye Nyírbátorban, általában ebben a keleti és észak-keleti régióban mindig így mondja, egy pályán vannak a mérkőzések, ez azt jelenti, hogy mind szombaton, mind pedig vasárnap 5-5 mérkőzést játszunk összesen a tornán, és ugye minden válogatott 2 szombati és 2 vasárnapi mérkőzést játszik, egyébként ez 2x30 perces, tehát rövidebb játékidejű, úgyhogy a hétvége alatt mindenki 4 találkozót játszik. Ez az első kör, hogy néz ki a folytatás? Aki megnyeri ezt az első kört, ezt a selejtezőt, ugye összesen 4 terület van az országban, a 20 megyét ugye 4-5-ös csoportra osztották, és a 4 győztes az a következő hétvégén, december 9-10-én Pest megyén, egyenlőre még nem ismert helyszínen fog egymással megmérkőzni, és ott a 4-es döntő győztese pedig majd a jövő évben képviselheti Magyarországot az Amatőr Európa-bajnokság selejtezőjében. Az, hogy pontosan ez hol kerül szervezés és kik lesznek az ellenfelek, ez még a jövő zenéje, ezt még nem tudjuk. Mi a tapasztalat egyébként, mekkora presztízse van a játékosok körében a válogatott meghívónak? Én úgy gondolom, hogy elég nagy. Természetesen akadt olyan most is, mint minden évben, akit meghívtak a szakmai stáb tagjai, az edzők is, mi tisztelettel ugyan, de visszautasította a meghívást, nem szeretett volna jönni, de összességében azt mondom, hogy ez nem jellemző. Most is ugye egy hétközi este van, és 20 játékost várunk ide edzésre, ugye jelenleg még bőkeret van, ebből a 23-24 fős bőkeretből fog majd kialakulni a 18-20-as keret, akivel majd ezen a december 2-3-ai régiós tornán részt veszünk. Kilenc nyíregyházi versenyző utazott el Debrecenbe a rövidpályás úszó országos bajnokságra. Közülük az 50 méteres mellúszásban címvédő Stankovics Anna érkezett érmes reményekkel. Úgy gondolom, sikeresen teljesítettük az kívánalmakat, volt benne edzőtábor és útközben. Sajnos egy-két betegség ugye hátráltatott minket, felső légút és egyéb problémákkal küzdöttek, de úgy gondolom, hogy aki szinten rendelkezett az országos bajnokságra, ő mindenki adrafogható. Tavaly 6 fővel, idén 9 fővel vágunk neki az rövidpályás OB-nak. Kitől vagy kiktől lehet kiemelkedő eredményt elvárni? A Stankovics Anna elsősorban, ugye, aki a csapatunkban ugye védi az 50 mellnek a bajnoki címét, illetve 50 gyorsan is szeretne dobogón vagy minél feljebb végezni. Ő vállalta a 100 méter mellett, illetve váltóban várunk még a csapattagoktól egy olyan helyezést, ami döntős helyezést ér. Mit lehet tudni előzetesen a mezőnyről?
Sajnos mi is szenvedünk, hogy az Amerikában tanulók azok távol maradnak ettől a bajnokságtól zömében, kevesen utaznak haza tudomásom szerint. Nálunk is a Hatházi Dórinak egy fontos egyetemi versenye lesz pont a november első hetében. Ezért úgymond nekünk könnyebbség, illetve hát a mi malmunkra hajtja a vizet, hogy az amerikai készülők távol maradnak. Én úgy gondolom, hogy ehhez képest azért nagyon erős mezőny lesz, hiszen rövid pályás világbajnokságra válogató verseny, bárki jelölt keret van. Mennyiben más egy rövid pályás verseny a normál 50 méteres úszodánál, mennyiben kíván más képességeket a versenyzőktől? Mindenképpen egy új felfogást kíván. A rövid pályán több a forduló, és aki jól fordul és jól rugaszkodik, főleg felnőtt mezőnyben, ott óriási előnnyel bír. Ez nem véletlenül, a rövid pályás idők jóval jobbak a hosszú pályás időknél, illetve sokkal látványosabb a verseny, hiszen 25 méteren több fordulóval, sokkal gyorsabb tempóval haladnak a srácok és a hölgyek. Én úgy gondolom, hogy ez a jövő, tehát általában most már az a jellemző, hogy az őszi szezon az a rövid pályás szezonról szól. Ott van még a november-december ebből az évből, mire készültök még? Én nagyon szeretnénk egy nagyon jó ötödik alkalommal rendezett Szabolcs kupát megrendezni. November 25-én várunk szeretettel mindenkit, illetve hát már nemzetközi lesz a verseny, ez biztos. Tavaly is románok és szlovákok is részt vettek a versenyünkön. Illetve a tavaly elindult országos korosztályos rövidpályás bajnokság Szegeden, az december elején van, körülbelül egy hónapra erre a versenyre. Ott is tervezünk igen nagy csapattal elindulni. Megszerezte első győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese, a Kőbánya Zsíros Akadémia csapatát verte 67-63-ra. A hazaiak két vereséggel nyeretlenül, a vendégek négy győzelemmel veretlenül vágtak neki a mérkőzésnek. Az első negyed a kőbányaiaknak sikerült jobban, 10 perc játék után 11 ponttal vezetett a Zsíros Akadémia. Ebből 8-at a második negyedben ledolgozott a kosársuli, sőt a harmadik negyed végén a vezetést is átvették a nyíregyháziak. A záró 10 percben felváltva vezettek a csapatok, 63-63 után viszont már csak a hazaiak szereztek pontokat, így végül 67-63-ra megnyerték a mérkőzést. Az az igazság, hogy ugye mi egy alakulóban lévő csapat vagyunk. A mai mérkőzést is ugye egyértelműen látszott, hogy hullámvölgyekben kosárlabdázunk, tehát egyszer fönt, egyszer lent. Tehát igazából nagyon nehéz volt megtalálni azt az ötöst, aki biztosan fogja tudni hozni ezt a mérkőzést, vagy legalább ezt a ritmust fölvenni. Tehát ez a Zsíros Akadémia azért ez egy nagyon lendületes, nagyon pörgős, nagyon kemény, igencsak egy agresszív játékot játszik, ugye, ami azért a mai kosárlabdára jellemző, csak hát mi még mindig nem szeretjük ezt játszani. De kénytelen leszünk ezt a stílus fölvenni, mert másként ez nem működik. Az a szerencse, hogy itt azért voltak játékosok, akik olyan teljesítményt nyújtottak, ami azért szerintem extra volt, föl tudtuk venni ezt a küzdelmet. Van még mit javítanunk minden szempontból, de én úgy gondolom, hogy a csapatnak szüksége volt már erre a győzelemre, mert egy kicsit, sőt nekem is, mert egy kicsikét már kezdtem mélypontra kerülni, tehát hogy hiába dolgozunk, egyszerűen az eredményét eddig nem láttuk. Én úgy gondolom, hogy pont azt a Zsíros Akadémia sikerült most megvennünk, aki ugye eddig veretlenül vezette a tabellát. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási nagy siker a lányoknak, és remélem, hogy ebből erőt tudnak meríteni, és a következőben még nagyobb elánnal és lendülettel fogjuk tudni megoldani a következőket. Dobó Lilla 35 pontot dobott 39 perc alatt, és egy új játékos, Vuki Csevis is nagyon jól szállt be. Ő milyen erősítés jelentett a jövőben? Ugye a Lilla azért mindig extrákat szokott hozni, tehát ugye ez az ő játékában benne van. Mi nagyon örülünk annak, hogy a Mila végül is elfogadta a felkérésünket arra, hogy a mi csapatunkban játszon, mert ő egy szenzációs játékos, tehát ő azért egy olyan képességgel rendelkezik, ami szerintem a mezőnyben is kimagasló. Ugye neki egy perpillanat még annyi van, hogy neki össze kell szednie kicsit magát előlétben, és akkor még pontosabban és precízebben fog dolgozni. Én úgy gondolom, hogy a kettőjük játéka meghatározza majd ez, és reméljük, hogy ehhez azért a Dorina Radóc Fanni, a Bernát utca és a sok kicsi, aki még itt a pályaszélén van, akár a Pálaci Pannával is kiegészítve, olyan teljesítményt fognak a következőkben nyújtani, ami egy kiegyensúlyozott teljesítmény lesz, és akkor szerintem nagyon sok mérkőzést meg fogunk tudni majd nyerni a közeljövőben. Hogyan néz ki a folytatás? Talán el lehet mondani, hogy a Kőbányánál sokkal erősebb ellenfélre azért nem lesz számítani a jövőben.
És én igazából, hogy az eredményeket nézzük, igen, valóban, tehát azért a Zsíros Akadémia nagyon sok csapatot megvert. Nekünk most egy kis szünet fog következni, mert ugye az U20-as válogatottnak válogatott összetartás van. Ezért a következő heti mérkőzésünket az Aragelszeg ellen el kellett tenni, mert ugye ez volt az U20-as válogatott szövetségi kapitánynak a kérése, hogy a Lillát ugye a válogatottba behívták, hogy mindenféleképpen legyen ott. Én meg nem szeretnék a Dobó Lilla nélkül mérkőzés játszani. A következő mérkőzésünk az 12-én lesz, akkor fogunk Győrbe utazni. Reméljük, hogy ott azért egy olyan játékot tudunk mutatni, amivel a Győr csapatát is sikerül majd megvernünk. Eddig a felnőttekről beszéltünk, utánpótlás fronton beindult-e már a nagy üzem? Így van, tehát minden korosztályos csapatunk a pályán van. A juniorok éppen tegnap játszottak mérkőzést, és Debrecenben sikerült 2 ponttal nyernünk, ami én úgy gondolom, hogy ez szenzációs teljesítmény. A serdülő B csapatunk az is tegnap játszott mérkőzést, mind a 2 mérkőzését megnyerte, így egy szinten feljebb lépett. A serdülő A csapatunk az előző héten játszott, ő mind a 2 mérkőzéset nyerte, mint hogy a kadett csapatunk is nyerte a mérkőzéseit. Reméljük, hogy ugye ez az utánpótlásra nézve is egy pozitív, ugye most is itt voltak, kint szurkolták, látták, hogy hova kell fejlődni. Reméljük, hogy ez a közeljövőben még nagyobb lendületet ad nekik, és még több sikert, és még jobb eredményeket fognak elérni. 1 egész percet pihentél a meccsen, 39 perc alatt 35 pont. Látszott, hogy külön figyelnek rád, nagyon sokat védekeztek rajtad. Hogyan élted meg belülről a meccset? Egy nagyon verekedős, küzdős meccs volt. Nem tudom, az elején nehezen kezdtük el a meccset. Érdekes volt felvenni ezt a ritmus, meg hozzászokni a játékvezetéshez. De hogy utána ezt megszoktuk, utána belerározódtunk mi is, és így lett a második negyed jobb, és így tudtunk visszajönni a meccsbe. Majd a harmadik negyedet szintén nehezebben kezdtük el szünet után, és aztán utána úgy is, akkor, amikor ültem utána, hogy visszajöttem, én is újra erőre kaptam, meg a csapat is, és így tudtuk végigmenni az egész meccsen együtt. Továbbra is meghatározó játékos vagy, picit átalakult a csapat, érkeznek új játékosok, ők sem idősek, viszont némi rutinnal felvétezve érkeztek, könnyebb így egy picit? Igen, sokkal könnyebb minden érkező játékos. Nagyon fontos és hasznos a számunkra, hiszen annál jobban lehet elosztani a játékperceket, és így mindenkinek több pihenő jut, vagy esetleg játék lehetőség, és így egyszerűbb a pontokat is elosztani, és a játékokat is felépíteni rájuk. Válogatott szünet lesz, mész az U20-as válogatotthoz, mit tudsz a programról? November 4-én kezdődik a program, és november 8-án végződik. Minden nap 2 edzünk, és 16-os keretet hívott be az edző. Jövőre mire készültök, hol lesz az U20-as Európa Bajnokság, megvan-e már a helyszín? Annyi van meg, hogy Litvánia, pontos város és időpont még nincsen. A negyedik forduló további eredményei a következők: Zalaegerszeg Deac 93-59, Győr Baja 91-98 és Ajka Szent Pál Akadémia 57-55. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!